Idén sem maradhatott el a tradicionális gépes felvonulás. Minden évben ezzel veszi kezdetét a Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium különleges ballagása. A lovas hintós felvezetéssel induló régi és modern gépekkel vonuló végzősök felvonulását a város több pontján nézhették meg az érdeklődők. Különleges nap ez a mai. És hogy miért is olyan jelentős? Nekünk 11-eseknek mindenképpen, hiszen innentől kezdve mi leszünk a legnagyobbak a diákok között. Ma még egyszer ti vagytok a főszereplők, hiszen mindenki értetek van itt. Bizonyára osztályszinten is maradnak számotokra vidám, emlékezetes pillanatok a szürke hétköznapok bénító robotján kívül. Mindez a tiétek lesz, mindaddig, amíg szívetekben őrzitek. A középiskolai tanulmányatok befejezése mindnyájatok számára valóban nagy lépés a saját élete felé vezető úton. Már nem fogtok témazárókat írni, amelyek emlékeztetnek benneteket arra, hogy évközben néha tanulni is kell, és nem fog a mindennapi felelés veszélyesen fenyegetni titeket. Mindezeken túl a ti felelősségetek lesz sok minden más, ami eddig tanáraitokra és szüleitekre hárult. Majd megérzitek, hogy a függetlenségnek ára van, mégpedig a felelősség. Kiléptek egy ismeretlen nagyvilágba. A diákok idén is a régi épületbe behordott füvön ballagtak végig a folyosókon, majd a díszudvarra felsorakozva a végzősök képviselője, társaiktól és tanáraiktól, osztályfőnökük tanítványaitól vett búcsút. A mai napon a diák éveknek, a sokszor nyugnak érzett kötöttségeknek vége. Úgy érezted, mint Ady Endre, és időnként ki is mondtad, pusztuljatok, bilincses iskolák. És most, mikor eljött a búcsú az osztálytársaktól, a tanáraitól, a tantermektől, az iskolától, eszedbe jutnak a tanítási órák, a dolgozatok, a felelések izgalma, sikerek és sikertelenségek, melyeket együtt éltünk át. Melyik nagyobb most, örömöd vagy bánatod? Csak is az kedves nekünk igazán, amit félünk elveszíteni. Milne népszerű regényében Robert Gida kérdezi: Mici mackó, mi van, ha egyszer elkövetkezik egy olyan nap, amikor el kell válnunk? Ha együtt válhatunk el, akkor semmi kifogásom ellene, válaszolja Mici mackó. Az itt töltött évek alatt barátokra tettél szert, akik az életed során is melletted állnak, és te is mellettük leszel majd, nem kell végleg elválnotok. E szép májusi napon tiszteletedre virágba öltözött nagymúltú iskolánk. Eljöttek szüleid, akik büszkén és meghatottságtól csillogó szemekkel néznek rád, felnőtt lett gyermekük. Itt állsz indulásra készen, elérkezett a búcsúzás ideje. És ez így van jól, a természet rendje ez. Bánod dúl szívedben, de jól érted a költőt. Az esti nap, mikor lenyugszik, egyúttal fölkél valahol. Semminek sincs vége, utadnak sem, mennek el tovább. Majd tanulmányi sport és közösségi munkáját ismerték el több ballagónak.